Alipapi mami mindenkinek. Hát, ez egy nagyon-nagyon nagyon-nagyon nehéz téma. Rögtöntől nehéz. És másodszor kezdem el ezt a vlogot, bevallom őszintén. Nagyon-nagyon fontos ez, és annyira össze vannak kuszálódva a gondolataim ezzel kapcsolatban, annyira sok mindent szeretnék mondani, hogy nem is tudom, hogy hol kezdjem. Nagyon régóta akarok már beszélni erről a témáról. Rengeteg gondolatom van ezzel kapcsolatosan, nem sikerül minden támadni, akkor majd maximum ketté szedem ezt a dolgot. Mindig egyébként a Woody Allen film jut eszembe, amikor mondja Woody Allen, hogy a halál az fontos, a halálról beszélni kell, és akkor szakítanak a sokkal-sokkal fiatalabb barátnővel, és akkor mondja a barátnő, hogy visszaadom a könyveket. Mindegyik a halálról szól, köszönöm szépen. És akkor ez egy tök jó vicces a filmben ez, a jelenet. És igazából minél idősebb az ember, annál jobban rájön, hogy a halál az tényleg nagyon fontos, a halálról beszélni kell. Ez egy nagyon fontos téma. És hát ha úgy érzed, hogy te félsz a haláltól, akkor nem vagy egyedül, minden ember fél a haláltól. Leginkább nem a haláltól félünk, mert hogy a halált, azt nem tudjuk, hogy mi. Az ismeretlentől félünk. Az ember számára szerintem nincsen ijesztőbb dolog, mint valami, amit nem ismer. Amit megismert az ember, most kész az, hogy ha ez lesz, és akkor megpróbálod elfogadni, vagy nem elfogadni. Hát ugye itt a halálnál nagyon nagy problémák vannak nagyon sok ember számára. Ugye azt gondoljuk alapvetően, hogy a legrosszabb dolog, ami történhet velünk, az a halál. Már itt kezdődik ez az elmélet, ami szerintem teljesen megbukott. Minden ember ezt tartja a legrosszabb dolognak. Kezdjük ott talán, hogy én gyerekkoromban nem tudtam elfogadni ezt a halál témát. Nagyon sokszor így rá fókuszáltam erre a témára, és akkor nagyon rosszul lettem, így elkezdtem elképzelni, hogy úristen, is meg fog halni, meg mit tudom, és teljesen olyan betegesen féltem tőle nagyon sokáig. Azt hittem kiskorom, hogyha elalszom, akkor nem ébredek föl többet, meg ilyeneket mondtam. És akkor ilyen féltem ettől. Valószínűleg a szüleimtől hoztam, mert mondjuk édesanyám a mai napig így nem tudta feldolgozni se a mamának a halálát, sem egyáltalán maga a halál fogalmát, a halál témát, és ez nagyon-nagyon rossz hatással van rá, de szerintem nagyon sok ember így van ezzel. Kezdjük ott, hogy egyáltalán miért félünk a haláltól. A haláltól való félelem szerintem az egyszerűen onnan adódik, hogy a halállal próbáljuk büntetni egyáltalán az embereket. Tehát azt képzeljük, hogy a halál a legrosszabb dolog, ami történhet egy emberrel. Nézzük meg ott, hogy valaki halálbüntetést kap, akkor az a legnagyobb kiszabható büntetés. Jelenleg, tehát hogy valaki halálbüntetést kap, akkor az a legrosszabb. Ugye ezt képzeljük. Most ott kezdődik a probléma, hogy ezt így belénkivódott, hogy a legrosszabb, amit tehet valaki valakivel, hogy megöli, valakik meghalnak balesetben, mind ezt így hozzuk, és azt gondoljuk, hogy ez mind ilyen csapás az ember számára, illetve nem is csapás, a legnagyobb büntetés, hiszen mi is ezt szabjuk ki a szerintünk bűnös emberekre, gyilkosokra, mit tudom én, egyéb okokból. A halálbüntetés az mindig a legkeményebb büntetés. És akkor itt jön egy nagy csavar, hogy ez miért büntetés, hiszen minden ember meghal. Alapvetően, ha minden ember meghal, akkor ez nem lehet egy büntetés. Ahogy az ember elgondolkozik, hogy engem miért büntetnek, hiszen nem tettem semmit, én is meg fogok halni. És ez egy óriási nagy probléma szerintem, hogy mi büntetésként adjuk a halált, holott minden embert elér a halál. Senki nem él örökké, és ez egy teljesen természetes folyamat. Most innentől kezdve ezt, hogy belénk nevelték, ezért azt gondoljuk, hogy ez a legeslegrosszabb, amikor már megtörténik velünk. Hogy itt megint eszembe jut ez az európai neveltetés, hogy a halál az milyen rossz, a haláltól félni kell, és ugye más kultúrákban meg
egyszerűen egész életükben úgy élnek, hogy a halál az nem egy rossz dolog, hanem sőt, van, aki kifejezetten várja, azt mondják, hogy boldogan halnak meg, tudják, hogy egy új világnak a kezdete, egy új életi esetleg, egy teljesen más létformában, egy más dimenzióban élhet az ember, mennyivel jobb lenne így felnőni. Mennyivel jobb lenne úgy élni, hogy nem félsz a haláltól, hanem elfogadtad azt, és egy olyan kultúrában élni, ahol a halál az nem a legnagyobb kiszabható büntetés, amit te is meg fogsz kapni, pedig semmit nem, rosszat nem csináltál, legalábbis olyat nem, amiért megérdemelnőd, hogy meghalj, hanem egyszerűen úgy élni, hogy tudod azt már gyerekkorod óta, hogy amikor meghalsz, akkor semmi rossz nem fog veled történni, de hogy semmi. Az ég adta a világon. És akkor itt menjünk is bele egy ilyen szerintem nagyon fontos dologban. Ugye a legtöbb ember azt állítja, hogy a halál után nincsen semmi. Itt azért meg kéne vizsgálni maga a semmi fogalmát. Tehát mit jelent az, hogy semmi? A Földön és az egész életedben úgy éltél, hogy minden valami. Ezt a fogalmat egy általunk nem ismert dologra találtuk ki, és maga a semmi is valami. Tehát olyan nem létezik, hogy semmi. Ugyanúgy, mint az sem létezik nyilvánvalóan, hogy végtelen, csak nem ismerjük azt a dolgot. Lehet, hogy annak is ugyanúgy vége van, vagy egy teljesen más érzékszervünkkel fel tudnák fogni. Így ugye nem tudjuk. Hát mit jelent, hogy semmi, és itt egy rohadt érdekes dologra jöttem rá, hogy ez ilyen kettős tagadás, vagy legalábbis ugye azt mondjuk például, hogy mondjuk kinyitom a tenyerem, és nézd meg, nincs benne semmi. Most mindannyian tudjuk, hogy ha kinyitom a tenyerem, olyan nincs, hogy semmi nincs benne, mert nyilvánvalóan valami van benne, tehát porszemcsék, vagy ott a levegőnek, meg a molekulák, meg ha megvizsgáljuk mikroszkóp alatt, egy csomó dolog van nyilván a kezemben, de mégis azt mondom, hogy nincs benne semmi. És itt rögtön le is tagadom, hogy nincs benne semmi. Tehát a semmit is letagadom, hogy az sincs benne. És amikor azt mondom a halálról, hogy a halál után nincs semmi, ott rögtön le is tagadtam azt, hogy nincs a halál után semmi. Azt nem tudom, hogy lehet-e követni, de már a szó összetételben letagadom azt, hogy nincs utána semmi. Tehát ezzel azt mondtam, hogy még a semmi sincs ott, tehát valami más van ott. Tehát maga a szóhasználatunkban is azt állítjuk, hogy a semmi sincs ott. Egyébként nagyon utálom, amikor valaki úgy érvel mondjuk a haláról, hogy mondjuk szerinte nincs utána semmi, és akkor megkérdezem, hogy de ez mit jelent, hogy mondja el, hogy írja körül, hogy képzeli ezt, hogy nincsen utána semmi, és akkor úgy érvel, hogy hát mit nem értesz rajta, hát nincsen semmi, ennyi. És akkor ugyanazzal a szóval érvel, ugyanarra, aminek ugye nincsen nagyon sok értelme. Tehát maga az, hogy elmúlunk, ez ugye egy ilyen nagyon-nagyon felfoghatatlan dolog. Itt volt ugye a létezésről, a maga létezésről, meg a körforgásról beszéltem egy csomót, és ugye a körforgásnak a legeslegvége maga a halál állapota. Mit tudunk róla? Ugye annyit tudunk, ami szerintem azért nem sok, hogy maga a tested, az ugye megáll, a tested. Van ugye klinikai halál, van nagy halál, és akkor csomó fajta ilyen változata van, amikor ténylegesen megállapítják, hogy egy ember meghalt. Hát annyit tudunk ugye, hogy a test az végleg feladja a kommunikációt, de teljesen leáll az a külvilággal a kommunikációt, illetve teljesen leállnak a szervek, tehát nem dolgoznak tovább a szerv, az egész test úgy, hogy van leáll, és akkor ilyen oszlásnak indul magyarul. Nagyon, nagyon, nagyon szörnyű erről egyébként beszélni, nagyon-nagyon rossz, így elképzeled mindig ezeket a dolgokat, és nagyon nehéz elfogadni, de ennyi összvisz, amit tudunk erről. Na most, ami a maga a magja, ami hajtja az embert, azt viszont nem tudjuk még mai napig, hogy mi nem tudjuk ez a körforgásnak mi a
lényege. Nem tudjuk, hogy egy embert mi hajt belülről. Sokan ezt mondják a léleknek, van olyanokat is állítanak, hogy ez csak agyműködés, és összekevered az érzelmeket, hogy ez nincsenek is érzelmek, de hát mindannyian tudjuk, hogy van, megfoghatatlanul van, és olyan erős a szeretet, olyan erősek ezek az érzések, hogy semmi ez sem fogható, és nem tudod megmondani, hogy hol fáj, nem tudod megmondani, hogy hol érzed. Csak annyit tudsz, hogy ez nem egy ilyen gondolat, hogy én most ezt a szivart elszívom, hanem sokkal erősebb gondolatok. És hát a mai technikával is akár össze lehet rakni egy embert. Tehát megvan ugye a szíve, a mája, ott annak a bekötik a beleket, meg összevarnak kezeket. Mindent meg tudnak, csak összerakhatnak egy embert, és nem fog életre kelni mégsem. Tehát hiányzik belőle a mag, hiányzik belőle az a pillanat, amikor az ember így elindul. Amikor a születés pillanata, a tudat, az, hogy tudatára ébredjen ez a test, ez hiányzik belőle. Tehát nem tudunk teremteni jelenleg egy ilyen összevart szörnyeteget, akit különböző darabokból összeraktunk, pedig mindegyik működő elem, tehát ki tudunk cserélni egy emberbe, már egy még szívműtét van, meg kicserélik tényleg az embernek a bármelyik ilyen alkatrészét, az ember működik tovább, de még mindig nem tudjuk, hogy mi hajtja, mi az belül, amitől, mi az a szikra, amitől az ember élni fog. Ott a tudatára ébred, és lesznek érzelmei, meg lesznek érzései, és amikor meghalunk, akkor se tudjuk, hogy ez hova lesz. Én állítom, hogy ez valahol, tehát valami történik, nyilvánvalóan. Tehát azt mondani, hogy nem lesz semmi, ilyen ugye nem létezik, tehát nincs, tehát valami van. Az, hogy semmi, ezt a fogalmat jelenleg nem ismerjük, tehát hogyha azt mondjuk, hogy az a semmi majd az, ami történik, akár hívhatjuk semminek is, teljesen mindegy, akkor is valami történni fog abban a pillanatban. Senki nem tudta még elmondani, hogy miért. Vagy hogy mi fog történni, és ez így van rendjén. Hogyha tudnánk, akkor nagyon egyszerű lenne, akkor máshogy élnénk. Minden ember máshogy élne. Az életrendje, hogy ne tudd, hogy utána mi van, hogy részese tudjál lenni maga a körforgásnak, magának az életnek, mert ha tudnád, hogy mi van akkor, amikor eljön, akkor talán ez a halálfélelmet se lenne, ami nagyon sokszor segít abban, hogy esetleg tovább itt maradj még a Földön. Lehet, hogy itt van még éppen dolgod. És egyáltalán nem biztos, hogy a halál a legrosszabb dolog, ami történt egy emberrel. Az a rengeteg kín, az a szenvedés, amit mondjuk átél egy csomó ember, lehet, hogy az sokkal rosszabb. Ezt nem tudhatjuk. Nem tudhatjuk, hogy abban a pillanatban mi fog történni. Én állítom, hogy valami történik. Tehát nem tudok abban hinni, hogy nincsen semmi. Nem tudok abban hinni, hogy egyszerűen vége. Vége a lelkednek. A lelked valamilyen formában kell, hogy tovább éljen. Annyira misztikus, annyira spirituális egyébként ez az egész. Hívhatjuk Istennek, hívhatjuk szeretetnek, hívhatjuk... Hát van, aki ugye abban hisz, mondjuk, hogy újjászületik, én nem hiszek, hogy most én egy ilyen, nem tudom, egy ilyen... Én leszek egy ilyen kutya, vagy egy, nem tudom, hogy újjászületek egy ilyen, nem tudom, bogárban, és akkor megyek. Ezekben én nem tudok így hinni. Én azt gondolom, hogy valami történik, valami nagyon nagy dolog, valami olyan, ami teljesen egy másik szintre emel, biztos vagyok benne. Tehát azt gondoljuk, hogy ez ilyen baromi nagy szint, ahol élünk, hogy te ember vagy, az ilyen baromi nagy dolog. De hát egyébként meg egy kis hangyák vagyunk, nem tudjuk milyen létformában megyünk tovább, tényleg nem is tudhatjuk. Egyszer beszélgettünk arról is, hogy mi van akkor, ha meghalunk, és azt mondta, hogy úristen, most ettől féltem egész életem, és így ott vagy, és bakker, nem már.
mennyivel jobb lett volna tudni, milyen egyszerű lett volna. És lehet, hogy ott állsz, és pff, ez semmi. Ennyi volt. Ez volt az a baromi nagy dolog. És aztán megy tovább valami. Valami megy tovább. Gondoljunk bele egy picit abba, hogy ez most azoknak szól főként, akik nem tudják azt elfogadni, mondjuk, hogy egyszer meg fognak halni. Ez most abszolút nektek szól. Szeretném, hogyha belegondolnátok abba, hogy vagyis föltennék egy kérdést nekik, hogy egyébként mit szeretnétek? Örökké élni? Képzeljünk bele abba, hogy örökké élsz. Most az, hogy örökké élsz, szerintem ez van annyira félelmetes, mint az, hogy meg fogsz halni. Gondolj bele abba, hogy örökké élsz. Ez mit jelent? Hogy vagy örökké, soha nem halsz meg. És akkor mi van? Mi van, amikor már annyi mindent megéltél, annyi minden történt veled, hogy már könyörögsz, hogy egyszerűen valamikor így legyen vég, és azt mondják neked, hogy nem lesz vége soha. Ezt fel tudjátok fogni, hogy ez milyen félelmetes? Tök mindegy, mi fog történni, ha egy bánya rád robban, akkor is, akkor ott fogsz lenni örökre. 300 évig, amíg ki nem ásnak, aztán utána megint mész tovább. Nem tudom, fölrobban a bolygó, akkor meg lebegsz. Akkor se halsz meg, mész. Ott hova? Nem tudom, a semmibe. És meddig? Mindig. Szerintem ez van ilyen félelmetes, mint az, hogy meghalsz. Az, hogy azt mondják, hogy örökre élsz. És akkor jó, persze, egy csomóan így azt mondják, hogy hát inkább örökké élnék meg, de nem. Gondoljatok bele. Koncentráljatok rá erősen, hogy milyen örökké élni, hogy vagy, és soha sincs vége. És nem érted? Végtelen. Végtelen az életed. Nincs eleje, nincs vége. Ahogy itt élünk a Földön, mindennek van eleje meg vége. Higgyétek el, jobb, hogy egyszer vége van. Legalábbis ennek a létnek, ennek így kell lenni. Baromi rossz lenne örökké élni. Nagyon-nagyon rossz lenne, szörnyű. Gondolj bele, hogy bármilyen kínszenvedés az életed, vagy bármilyen jó, nem fönntartható állapot örökké, nincs ilyen. Rohadt félelmetes. Mindent megélni, mindent látni. És azzal a tudattal élni, hogy én örökké így maradok, én mindent fogok látni, mindig. Bárki bármit mond, ez félelmetes. És nem lehetséges. Tehát mindennek van eleje, mindennek van vége. Mert így van rendjén. Ezért nem értjük a végtelen fogalmát sem. Ezért nem értjük azt, hogy mi az, hogy nincs. Mi az, hogy semmi. Nincs ott semmi. Ilyen nem létezik, hogy nincs ott semmi. Nincs ilyen. Hiszen mondjuk is, hogy nincs ott semmi. Annyi mindent tudnék még erről mondani. Nagyon... Nagyon nehéz a halált megérteni. És nem is lehet, mert most azt mondom, hogy én megértettem, akkor nyilván nem lehet megérteni, míg meg nem történik mindannyiunkkal. De szerintem még nehezebb az embernek elengedni azokat, akik elhunytak, vagy elmentek. Mert minél tovább itt szeretnénk őket látni. De abba is hinnünk el, hogy annak sincs vége. Tehát nincs olyan, hogy ő neki elszállt a lelke, vagy az a test ez lekapcsolt, mint tényleg egy program, és akkor a program az így nincs többé, hanem az megy tovább, ez egy lélek, ez egy olyan megfoghatatlan dolog, amit
amit szintén nem fogom megérteni, ugyanúgy, mint a körforgást, az se, hogy miért születtünk meg, az se, hogy miért halunk meg. És akkor mégis itt vagyunk, és én ülök egy erkélyen, és egy szivarral erről beszélek egyáltalán, miért jut eszembe a létezésemnek az értelme. Hiszen, hogyha annyi lenne a cél csak az életnek, hogy felhasználjon engem valamire, akkor nem hagyná, hogy ez eszembe jusson. Akkor csak annyira egy ostoba lény lennék, aki teszi, amire született, és soha nem gondolna bele, mert nyilván egy házi kedvencet leültetsz, és ő nem nagyon gondolkodik azon, hogy ő meg fog halni valószínűleg. Lehet, hogy nem is tudja, bár ezt sem tudhatjuk, mert ugye mi gondoljuk csak azt magunkról, emberek, hogy a legokosabbak, és hát ezt sem tudom, miért gondoljuk. Ez is érdekes, hogy mindent úgy mérünk, hogy magunkhoz, és hát ugye azt mondjuk, hogy a kutya az csak ennyire okos, ennyire hülye, mert hogy nem ért meg minket, de hát igazából mi se értjük őt, szóval nem értem, hogy miért nekünk kéne megérteni. Vagy honnan tudjuk, hogy mi nem ugatunk kutyául, hogyha olyan nagy menők vagyunk, honnan tudjuk, hogy mi van a fejében, de hogy tudjuk. Fogalmunk sincs soha. És igazából az egész halál témáról nem tudunk semmit. Az igazság az ez. A legnagyobb kérdésekről nem tudunk semmit. Próbálunk matekozni, meg próbálunk ilyen biológiai, meg evolúciós dolgokra hivatkozni, de mi az igazság? Azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Azt se tudjuk, miért születtünk. Azt se tudjuk, miért halunk meg. Azt se tudjuk, milyen a halál. Azt tudjuk elmondani, amit látunk. És kész, ennyi. Én hiszem azt, hogy a halál az csak valaminek így a vége, az egy tényleg egy kapu, ahonnan indulsz tovább. Abszolút hiszem, hogy nem a legrosszabb dolog, ami történt egy emberrel, mint a halál. Abszolút hiszem, hogy ez nem egy büntetés. Mert minden ember büntetlenül és tisztán születik, és nem lehet, hogy azonnal kap egy olyan büntetést, ami a legrosszabb. Éppen ezért nem mondom, hogy ez büntetés, mert nem lehet az. Hát oké, ebben a témában aztán ebben már azért kéne sok beszélő partner, aki feldob bizonyos elméleteket, vagy mindenki elmondja, hogy ő miben hisz, vagy mit gondol erről. Hát nagyon remélem, hogy sokan leírjátok azt, hogy ti mit gondoltok erről. Annak nagyon örülnék, hogyha pár ember, aki nem tudja a halált feldolgozni, vagy nem tud, az írna ide, vagy hallgatna arra, amit mondok, vagy kicsit átgondolná, vagy remélem, hogy picit segít abban gondolkodni, hogy ennek ott nem lehet vége. Meg azoknak az embereknek is, akik csak állítják, hogy egyszerűen nincsen semmi, és így tagadják ezzel azt, hogy nincs ott a semmi. Fú, de érdekes ez, Úristen.
Szerintem nem szabad félni tőle. Na jó, van, vigyázzatok magatokra. Ali papi, mami.